Miss Mallard nyomoz. Készült Robert Quackenbush könyvéből. A víz alatti szörny. Írta Bruce Rudd. Ezt nevezem életnek. Hol van a búvár felszerelésed? Gondoltam, lemerülhetnénk egy kicsit. Helyesebben szólva, te merülsz le, lénikém, egyedül. És nem kell úszóláb, nekem jó a sajátom is, mert nem mozdulok, itt maradok. Hát ezt nem értem. Azért béreltünk hajót, hogy lemerüljünk. És te csak napozni akarsz. Ha kíváncsi vagyok azokra az zátonyokra, akkor előveszem a DVD lejátszómat, látod? A nagy korallzátony Ausztrália keleti partjainál található. Hát nem csodálatos a technika. Csak hogy a technika nem ad választ mindig, minden kérdésre. Néha magadnak kell megtapasztalnod a dolgokat. Hát, amíg odalenn szemlélőd, vigyázz, nénikém, a barrakúdákra. Ó, fiacskám, hidd el, azok sem akarnak velem jobban találkozni, mint ahogyan én velük. Nagyon ritka vendég a barakúda. Annál gyakrabban fordul elő a kocsa evő nagy fehér cápa. Nénikém! Robert! Nem hiszed el, hogy mit látta? Az óriás cápát. Éppen erre járt. Ó, nem erre gondoltam. Képzeld, fiam, egy nagy területen kipusztultak a korallok. Jaj, rettenetes látvány! És furcsa, az egész környék olyan forró volt. Szerintem a hőség az óceán fenekéről jön. Sakkanár, a híres tengerbiológus, nagyon jó barátom. Azonnal telefonálok neki, már is felhívom. Mióta él Ausztráliában, Jacques? Csak egy éve költöztem ide Franciaországból, de a sofőröm Paul, ő itt született. Igen, így van. Látják? Az ott a tengerparti házam. Amit az elpusztult koállokról mondott, az nagyon komoly dolognak tűnik. A koállnak a természetben rendkívül fontos szerepe van. Az óceán szűrőberendezése elősegíti, hogy a halak oxigénhez jussanak. A természet is okozhatja a pusztulásokat. Mondjuk például az erős hullámzás? Igen, csak attól még nem lenne forró az óceán alja. Hey, ez a tyúkeszű banda! Ma már másodszor akar leszorítani az útról! Honnan tudja, hogy ugyanaz a sofőr? Megismerem a fekete sapkájáról! Ki akar nyírni minket? Kedves Marjorie és Willard, bemutatom a legénységem. Íme az úr csőrösdik, ő pedig csellós Bob. Hello! És végezetül Vitorlás Maxine. Dick és Bob Paul nyaralójában lakik, de most itt élnek a hajómon. Mostanában le se vesszük a hátunkra a palackot. Minden feltöltve, kell még valami főnök. Igen. Próbálja megtudni, ki vezette a teherautót. Hölgyem, elvehetem a táskáját? Köszönöm, de egyáltalán nem nehéz. Tudja, mi mindent lent tárolunk.
Különben elsodorná a vihar a holmiát. Nem, egyáltalán. Milyen vihar? Hiszen egyetlen felhő sincs az égen. Remélem, megtalálom azt a helyet, ahol az elpusztult korallok voltak. És azt is reméljük, hogy nem találkozunk a nagy fehér cápával. Tessék, ezzel a csodaszerkentyűvel és az új antennákkal akkor is beszélhetünk, ha 300 méter mélyen vagyunk a víz alatt. Remek! Azonnal szólok, ha meglátok egy cápát vagy egy barrakúdát. Látod, nénikém, a modern technika csodákra képes. Igen, elismerem, hogy ez valóban nagyon okos találmány, és hasznát is vehetjük. A kohallok itt egészségesek. Igen, de nézzük meg arra. Jaj, nem, de hiszen ez rettenetes. Furcsa. A vonal az egészséges és a kipusztult korallok között olyan egyenes, mintha valamilyen géppel csinálták volna. Lehet, hogy természetes a pusztulás. Még sosem láttam ehhez hasonlót. Jobb, ha sürgősen jelentjük az esetet. Várjon, hát ez meg mi? Megtalálta Bismalár bőröngyét. Ebben csak a kötése van. Miller! Várjál, nénikém! Hé! Maguk meg mit csinálnak? Én csak nem tetszett, ahogy bepakolták a cuccokat. Igen, mindent át kell pakolni egy jobb helyre. Majdnem elestünk benne, de már rendben van. Viszlát! Folytasd, nénikém! Nagyon furcsa dolgot találtam. Szeretném, ha te is megnéznéd. Jövünk fölfelé! Rendben, vettem! Nézd, ezt találtam! Valamilyen írás is van rajta. Úgy olvasom, mintha Dákop lenne. Bocsánat, véletlen volt. Jaj, nem! Ne! Nénikém, gyere vissza! Jaj! Nénikém, egy cápa van a nyomodban! Jaj, nekem! Elveszett az alkatrész. De ez esett ki a cápa szájából. A rejtély megoldódott, mert a fog plasztikból van. Szóval, volt egy gépalkatrészünk, amit elveszítettünk, de találtunk egy plasztik fogat egy műcápából. Ez az ügy percről percre rejtélyesebb lesz. Willard, nyomozd ki, hogy ki csinálta ezt a műanyagot, és miért? Kezdhetett fiam az internettel, a helyi könyvtárban. Látod? A modern technika megint segít nekem. Most jutott az eszembe, hogy valamit el kell intéznem a városban, ugye elviszel, pajtás? Hát persze, ugolj be! Úgy érzem, a cápával ránk akartak ijeszteni, hogy ne kutassunk tovább odalent. Igen, nekem is nagyon gyanús ez a dolog. De mi most visszamegyünk és alaposan körülnézünk, igaz? Teljes mértékben egyetértek. Köszönöm, Paul. Egy óra múlva értem jöhet. Rendben! Várj! Pajtás, most jutott az eszembe, hogy Metszín kérte egy könyvet. Igen, így van. Na, lássuk csak. Vegyi üzemek Queenslandben. Itt a válasz. Hé! Hey, Dacopolis műanyag. Dacopolis. Ismerősen cseng ez a név. Mi? Ő a tulaj és az elnök? Ez nem lehet. Marjorie, azt mondta, hogy amikor először járt itt, az óceán fenék forró volt. Furcsa, ez de most nem meleg. Nem! Nézzen csak oda! Látja?
A forróság elviselhetetlen, ettől a hőségtől a pohal azonnal elpusztul. Szerintem a titok nyitja ebben a barlangban van. Ezért akartak a cápával elriasztani minket. De hát honnan jön ez az áhamlás? Nagyon erős! Nem bírom tovább! Itt Marjorie maradt! Hívom Maxint vagy Dicket! Jelentkezz! Vége! Ha az adóvevő működik, szólok a legénységnek, hogy azonnal értesítsék a rendőrséget. Igen, levegő is van itt ellen. És más is, amit el akarnak rejteni. Vajon mi lehet az ajtó mögött? Lássuk csak. Vegyük fel gyorsan. Na hát, ez lehetetlen. Egy víz alatti város. Elérkezett az idő. Én, Dr. Dikoly, csodálatos, titkos városunk, Dákópolis vezére, csodalézerem segítségével megsemmisítem a part menti korallzátony. És utána elpusztítom a föld valamennyi korallzátonyát. A világ vezetőinek nem lesz más választása, mint teljesíteni minden parancsomat. Különben az óceánok valamennyi élőlénye el fog pusztulni! Lézerrel? Tehát ebben mesterkednek? Meg kell őket állítanunk! Nem fedhetjük föl kilétünket. A lézerfegyvert kell megsemmisítenünk, és Dákópolis a titkos várost örökre le kell zárnunk. Az az érzésem, hogy ez az óriási gép nem csak áramot termel és a levegőt állítja elő, hanem azt a bizonyos lézert is. Hát ez fantasztikus. Micsoda technika? Csak ámulok és bámulok. Ez egy vagyonba kerülhetett. Úgy, ahogy mondod, a világuralom nem olcsó dolog. Sajnálhatod, hogy már nem láthatod a győzelmünket. Willard! Csak hogy nem fog sikerülni a tervük. Tudom, sosem lesznek a világ urai. Hé, ki kérdezte a véleményedet, hallod? Jacques, meg kell mentenünk az unokaöcsémet. Ha elkezdenek futni, kapja el Willardot. Állok rendelkezésére, Marjorie. Gondolkozz, Marjorie, gondolkozz! Hogyan lehetne ezt megállítani? Annak a kis szerszámnak most igencsak nagy hasznát venném. Segít, hogy megszerezzük a világhatalmát. Csak hogy ti rosszra használjátok a fejlett technikát. A természetet fogjátok elpusztítani. A természetet uralni kell, és nem együtt élni vele. Baj van, a turbinák leálltak. Nem tudjuk tartani a légnyomást, hamarosan betör a víz. Mit bámul? Látjátok? Úgy látszik, a természet visszavág. Zsák! Tudtam, hogy ide jön. A nénikém is itt van. Jól gondolja. Látja, mi történik Dákópolisza? Bízza csak a nénikémre. Ő mindig tudja, hogy mit kell majd csinálni. Itt Jack. Hívom Maxint és Dicket. Ott vannak? Maxin és Dick, jelentkezz! Hallanak engem?
Mihály, itt vagyunk. Mit óhajt? Hívják a rendőrséget. Közöljék, nagy erőkkel jöjjenek. Legalább 100 bűnözőt kell letartóztatni, akik hamarosan a felszínre érnek. Meg akarták rongálni a korall zátonyt. Intézkedünk. Igen, vége. Új világ köszönt ránk, amelynek én leszek a vezetője. Semmi sem állíthat meg minket. Doktor Dinkoly! Doktor Dinkoly! Doktor Dinkoly! De hát mi történt? Darkopolis teteje! Jaj, kiukat! Egy kis üzemzavar! Azonnal megjavítjuk a hibát! Csak semmi pánik! Rendben, most már lehet pánikolni! Egy kis eső a parádéjukon, és lám már azt sem tudják, hogy mit csináljanak. Siessünk! Arra távozunk, amerről jöttünk! A cápával fogunk elmenekülni! Maga! Sejthettem volna, hogy maga van a dologban, tyúk eszű banda, de sosra kapnak el engem! Gyerünk, ki kell jutnunk innen! Átadom a levegőtartályon Willardnek. Rendben, mi gyakorlott merülők vagyunk. Majd osztozunk az én levegőmön. Mi? Úgy érted, nénikém, hogy ki kell innen úsznunk? Sajnálom, fiam, csak így menekülhetünk meg. De hát igazi cápák lehetnek odakint, meg barrakudák, és azok a kis tüskével teletűzdelt halak. Biztos, hogy nincs a közelben egy tenger alatt járó. Most nagyon jól jönne. Hidd el, nénikém. Még ha volna is, nem lenne annyi időnk, hogy bevárjuk. Menekülnek a patkányok a süllyedő hajóról. Csak azt nem tudják, hogy milyen meglepetés vár majd rájuk. Jaj, most mit csináljak, nénikőm? Nem tartom valami jó ötletnek. Menjünk gyorsan vissza a hajóhoz! Nem akarok semmiféle hallal találkozni. Jack! Igyekek a hajóhoz, fiam! Visszamegyek Jackért! Ha? Minden rendben van, kapitány úr! Ő Willard, és velünk van! Hol van Jack és Miss Ballard? Még lent vannak a vízben! A műcápa pedig a nyavunkban! Adja a kezét, Willard! Most már biztonságban lesz! Gyerünk, Jack! Ébredjen! Valami jön fölfelé! Áll az égnek! Gyerünk, gyorsan! Mindenki megjött? Nem egészen! Sajnos a főkolompos még odalent van! Már nincs ott, fiacskám! A doktor elmenekült! De elkapjuk! Azért gyűltünk ide, hogy felfedjük a doktor kilétét. Ha elkezdek nyomozni, először mindenki gyanús. Mi? Azt mondja, hogy mi is azok vagyunk. De ahogy gyűlnek a bizonyítékok, kirajzolódik az igazi gyanúsított. Először Jacques legénységére gyanakodtam. Willard rajta kapta Dicket és Bobot, amint a holmim közt kutattak. Maxine véletlenül belökte azt az alkatrészt az óceánba. De azután Dickkel tisztázták magukat, hiszen kihívták a rendőrséget. Bob az utolsó percben be akart menni Willarddel és Paul-lal a városba. Ez is gyanús volt. Azt mondta, Maxinnak akar elhozni egy könyvet, igaz? De valóban megtette? Majdnem elfelejtettem, de megvan. Ezt nem értem, hisz mind ártatlanok vagyunk. Nem egészen.
Amikor összefutottunk a doktorral, aki menekülni próbált, egy nagyon ismerős hang ütötte meg a fülemet. Maga! Sejthettem volna, hogy maga áll a háttérben. Tyúk eszű banda, de engem sosem kapnak el! És akkor eszembe jutott. Hallottam valakit, aki ugyanezeket a szavakat mondta. Tyúk eszű banda! Felügyelő úr, bemutatom önnek a doktort! Mi? Hát ez hallatlan! Valóban? A könyvtárban végzett kutatásaim bebizonyították, hogy a Dark Police cég elnöke nem más, mint maga! Dark Police a titkos víz alatti város neve. És íme, még egy terhelő bizonyíték! Nem fognak elszökni! A doktor eljátszotta Jacques asszisztensének, Paulnak a szerepét, de valójában a saját pecsenyéjét sütögette. Mindent elkövetett, hogy ne derüljön fény arra, ki is ő valójában. Szép munka volt, Marjorie. Köszönöm, Willard. Én sosem gyanakodtam volna a saját sofőrömre. Az én nénikém mindent tud. Ezért lett híres detektív. Bár nem cápa, mégis örülök, hogy fönnakadt a hálón. Igazad volt, nénikém. A technika nem old meg minden problémát. Sőt, mi több, néha bekavar a dolgokba. Ezért a CD-romot fölcseréltem egy oxigén palackra. De ne feledjétek, azt ígértétek, hogy végig együtt maradunk. Így van. Így van, veled leszünk. Végig veled leszünk. Hopp! Egész úton. Hé, de hiszen úgy volt, hogy lemerültök velem. Nem, fiam. Mit gondolsz, mi vagyunk mi? Tantjuk eszünk, banda. Rendezte Daniel Dessel. Magyar hangok: Kovács Nóra, Lippai László, Barbinek Péter, Ulman Zsuzsa, Mics Ildikó, Katona Zoltán, Vizi György, Albert Péter, Szokol Péter. Munkatársak: Takácsi Gizella, Pető Emmi, Güns Attila, Pap Zoltán, Lajtai Erzsébet, Bursi Katalin, Kis Beáta, Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Kis Stúdió Kft. Készítette.